A Gödülői Szolgálat tájékoztatása szerint a Hősök Napja alkalmából hadisírszentelési ünnepséget tartottak a Mária Besnyői temetőben május 25-én. A kereszténydemokrata néppárt Pest megyei szervezetének kiemelt rendezvényén megjelenteket dr. Gémesi György polgármester köszöntötte, majd ünnepi megemlékezést mondott Harak Péter frakcióvezető. A II. világháború katona áldozatainak sírjai helyén felállított emlékművet a történelmi vitézi rend támogatásával a Varga és Fiai Kft. készítette. A Hősök napja történetét, a hadisírgondozás mai állapotát és törekvéseit Marús Roland Örnagy, a Honvédelmi Minisztérium katonai hagyományozó és hadisírgondozó osztályának vezetője ismertette. Gémerva Mária a Gödölői Városi Múzeum igazgatója a II. világháború Gödölői katonai eseményeit foglalta össze. A hadisírt Turai János plébános és Csuka Tamás református lelkész szentelte fel, majd a megemlékezés koszorúit helyezték el.